Nagy szeretettel köszöntöm a Lyceum Televízió nézőit. Baja LK Feger hészmérkőzést láthatnak most televíziónkban. Az egriek remélhetőleg nyernek majd az igencsak kellemetlen ellenfél hírében álló sárga mezves Baja ellen, és sikerül rajtuk fölökerekedni és tovább menetelni a keleti csoport első helye felé. Nem lesz azért egyszerű feladat, hiszen a Bajával már meggyűlt a Baja a Salgótarrának is például, és hát nem sok csapat hagyta el sima győzelemmel a bajaiak otthonát. Reméljük, ez a sorozat most megszakad, és az egriek fölényesen tudnak majd nyerni. Kékben a mieink, sárgában pedig a bajaiak. Adminisztrációs okok miatt sajnos a bajaiak játékos listáját nem sikerült megszerezni, így előre is elnézésüket kérem, hogy nem nagyon mondok majd bajai játékos neveket. A csapatok már a kezdőkörben, még néha Máté ugorhat a derde. Sikertelen volt az első felugrási kísérlet. Az első támadási jog a bajaiak, ez két pont, ha bemegy. Bent van. 2-0, Krasznai hozhatja föl. Zsemje. Nem tud felugrani. Krasznai. Középtávoli lejön. Egyelőre marad a 2-0. Ez pedig egy szép labdaszerzés. Kovács csípte el a labdát, aztán Erdei fejezi be az akciót. Egyenlő ezzel. Bajok egyelőre távol a palánkunktól. Zsemje kotor oda. Falter felérően. Oldalról jöhetnek a hazaiak. Egyelőre körbeadogatnak a hármas vonalon kívül, most törnek csak be egy középtávoli, és jó is, még a támadóból lejárta előtt. Sikerült eldobni, 4-2 ezzel. Krasznai. Kovács. Erdei. Bemondja a figurát. Máté. Nem dobja el, inkább passzol. Kovács. Jó. Egyelőre fej-fej mellett a csapatok. Ez egy nagyon rossz dobás, gyűrűt sem talált. Erdei. Zsemje. Éppen, hogy csak sikerült még valahogy tovább tetszkölni Krasznainak. Kovács. Ez pedig blokk volt. Nem sikerült ezt a támadást pontokkal befejezni. Ugye az első egri vezetéses állás sem valósulhatott meg. Lejön. Visszaszerzik azonban sárga mezesek. Ez is lenne, ez viszont már Krasznai. 3-2-be lehet menni. Erdei nagyon öresen eldobja kintről. Nem jó. Az egri vezetés még mindig várat magára. Ez átrepül a gyűrűn. Dobás pontosságban nem nagyon jeleskednek most a csapatok, aztán Máté az, aki megtöri ezt a sorozatot.
kintről, csak most dobja el, lejön. Mándik az, aki leszette a lepattanót, és közben Krasznyi faltol. Ezt reklamálja a bíróknak, hogy ő onnan befújta, az alapvonali játékvezető pedig nem fut semmit. Dobás minden esetre jó, és még egy büntető következhet. Még mindig méltatlankodik Krasznyi. Ez is bent van. Újra a vendéglátóknál az előn. Máté. Rövid. És nem is marad nálunk a labda. Mándics. Ez nem jó, pedig már nehezét megcsinálta. Erdei. Ez is lejön. Krasznyi azonban szépen visszaszerzi. Egyelőre kivárunk. Várja a mozgást, Erdélytől meg is érkezik, kapja is a labdát. És... Ajaj. Pedig ez ígyszer volt. Ahogy ez is. Kovács piszkált bele visszatett labdába. És közben játékvezetők egy pillanatra nem tudták, hogy mi is következzék, aztán nagy nehezen megbeszélték a dolgokat. Nagy nehezen sikerül megoldani, 9-6 ezzel. Krasznyi, Kovács, Máté. Falt. Méghozzá Egri részről. Viszonylag üresen. Nem sikerül azonban kihasználni a helyzetet Erdei. Egyedül viszi be. Pontot nem tud szerezni, viszont valószínűsítetően két dobás jár majd neki. Büntető van, arról így is van. Első az jó. Már csak két pont a különbség, és ebből egy is lehet akár. De nem lesz. Második erdei büntető kimarad. Kipörgött a gyűrű belsejéből. Kovács nem tudott nagyon mit csinálni. Máté. Szépen forog be. Állj, ezt szépen csinálta, jól van. 11-9. Rossz védekezés tőlünk, elszúrtuk a zónát. Itt középen viszonylag üresen jöhetett egy sárga mezes, és értékesíteni is tudta az ígyszert. Ez szép, az is szép. Krasznyi és Zsemmi összejátéket láthattuk. Ez is bent van. Egyelőre nem állítja le, hogy sejthető van, hogy nem tudunk mit kezdeni. Krasznyi az ötös figurát kiabálja be a társainak a pályán.
zsemje, szépen forog be, és szépen is oldja meg. Ezt a szúrós tekintettel ránéz a sípmesterre, hogy egy faltot nem kellett volna fújni még. A síp néma maradt. Ez is bent van. Négy és két pont közötti különbség az, amivel vezet a baj ebben a játék részben ellenünk. És Krasznaira fújják rá a faltot. Természetesen ő nem érti. Oda röjjött a baja. És először a találkozó négy ponttal többel is vezethet a hazai csapat. Ez van egy elcsúszás. És amilyen kis a labda, a kis szerencsével is, de mi folytathatjuk a támadás jogát, Kovács, Krasznai. Kovács. Ez csak a palánk tövét találja el. És Krasznai újabb szabálytalansága. Ha jól szem, akkor neki már a harmadik. Cserélnek a bolyaiak. És a mieink is, Váci Péter is. Ha jól láttam, akkor Farkasinski állt be. Ez pedig kint van. Bajai bedobás. Szép passz, ez már viszont szép labdaszerzés. Máté. Kovács. Vissza Máténak. Máté, nem jó. Lepattanó sem sikerül megszerezni. Szóval megy csak kettes. Sajnos be is megy. Törlés után folytatódhat majd a játék, illetve egy csere után is. Erdélyi lejön és lepejál a helyére. Krasznaitól jön ismételten az instrukció, mi fog következni. Kovács. Személyi hiba. Krasznai. Klepej. Máté. Jó! Ez az. Kellett nagyon. 19-13 volt. Ezt felezte meg most Máté. Ezzel a nagyon-nagyon fontos hármassal. Úgy látszik, sokat nem érünk vele, abban az esetben természetesen, hogyha azt az egy büntetőt még bedobják a sárga mezesek, akkor visszaáll a nem túl megnyugtató 6 pontos különbség. Erdei újra a pályán. De Klepe is marad. Nézzük azt a büntetőt. Rövid,
És a miénk, jól van. Újabb hármassal lehet még feljebb zárkozni, akkor már csak két pont lenne. Erdei. Kovács. Klepej. Ez hosszú. Gyűrű tévéről jött le, és nem ment senki tőlünk a lepattanóért. Minden volt nehéz a bajai játékosnak megszereznie a lasztit. Szép, ez a kiosztás is. És a hármas, hát... Erdei! Csak a gyűrű. A szele érintett a csak a labdának. És hát ezzel ért véget az első negyed. Hát mint ahogy mérkőzés elején is mondtam, egyáltalán nem számítunk könnyű mérkőzésre, ami be is bizonyosodott. Hiszen nemhogy nem vezetünk, de nem is egy-két ponttal egy-egy előre a bajai bácska. Váci Péter remélhetőleg most kis szünetben olyan dolgokat mond a srácoknak, amikkel át tudjuk majd venni a vezetést. Ez biztos, hogy nem lesz egyszerű. Bajaiak szépen fordulnak le Kovácsról, illetve Zsemiről. Nem nagyon van ezen egy előre ellenszer. És a középtávoli dobásukat sem rossz dobó százalékkal használják ki. Vendéglátók. Támadásban úgy érzem azért olyan nagy baj nálunk sincsen. Talán a védekezés az, amin javítani kellene. A mieink már a parketten, lassan szivárognak vissza a hazaiak is. És akkor Klepej Erdei útja a labdának. 23-16. Ez szerint csak kettes volt az utolsó dobás bajai részről. Máté, jó! Majdnem meg volt Erdeinek. Aztán most már meg is van Klepej. Erdei, nagyon szép, és az is. Iskola játék volt most ez a kontra. Klepejék csapdáznak, nem volt meg. Kosár jó, és Máterek még egy falt, ez már a harmadik. Ilyen személyi hibánk, amikor bemegy a dobás, és még egy büntető dobás is jöhet. Ami szintén bent van. Valami nagy roham kéne, amivel sikerül annulálni ezt a különbséget. Kovács szépen fordul le, kiosztja Klepejnek. Kinek el kell dobnia, és meg is oldja. És közben a személyi hiba, ettől függetlenül a pont azért. Én egy két pontos győzelemben is kiegyeznék.
picike csúnya győzelemmel is akár. Jó, Kovács gyönyörűen blokkolt, aztán az ő kezébe is hullott a labda. Lepej, Erdei, nem jó, viszont Máté ezt a szedi. Oho, ez igen. Lepej, 26-25, ezzel már csak egy pont a különbség. Na, valami ilyesmi rohamra gondoltam, igen. Mintha meghallották volna a fiúk. Ez nem jó. És Máté szedi le. Erdei. Máté kicsit messziről. És szerkezett ezért a labda. Bajolja ki a labda. Rettentő messze egyelő félpályán el a bajaiak labdával. És egy újabb csapda. És lépést fújnak. Nagyszerűen csapdáztuk le ketten a hazai játékost. Erdei. Klepej. Ez rövid. Na, aha, hát nem volt sok híja, hogy ne szerezzünk meg ezt a labdát, és aztán saját lapaton újjára ment, és meg is oldotta. 28-25 ezzel. Kaczynski, szép! És újra milyen Klepej szerzi meg. Aztán faltolnak vele szemben, így jött két büntető, ez az, átvetjük a vezetést. Jönnek is a pacsik. És a bajaiak edzője úgy dönt, hogy időt kér. Hát nem csodálkozok. Arról a hat pontos különbségről sikerült egyre fölkapaszkodni a mieinknek, és hát most, hogyha Klepej Roli bedobja mind a két büntető dobását, akkor át is vesszük a vezetést. Ha jól nem emlékszem, akkor a mérkőzésen első ízben. Ami azért lélektanilag egy igen fontos momentuma lehet a találkozónak. Na nézzük. Bajaiak még csak most jönnek vissza. Jó! Legalábbis az első biztosan. Ez is! Itt a vezetés! Klepej, mint a beállt, nagyon jól játszik. Labdaszerzések, kinti és közeli dobások. Minden szerepelt eddig a repertoárjában. Szép lefordulás, és minden szép befejezés is. Kovács, Máté. Klepejnek nem passzol, pedig talán lehetett volna. Erdeivel szemben személyi hiba. Nincs harag. Erdei.
Máté, szép Kovácsnak, nem tudott bemenni vele sajnos. El kell dobni. Jóhóhó! Mit el kell dobni? Hát bedobjuk! Ezt honnan, Máté, óriási volt. Ezt kell, gyereke. Ez is meg lehet. Csapály már nem tudta elérni, és mivel Kovács ért bele utoljára, ezért Bajai oldalvonali bedobás következhet. Újra jön a csapda. Most sikerült tovább tenni. Keményen dolgozunk a zónában. Lepály mellett elmennek. Most jutnak csak dobási lehetőség. Ez is nem is jó, semmilyen. Nagyszerű védekezés volt részünkről, és Klepej! Nem jó! Ez kettes csak, mert rálépett a vonalra, de értelmét veszti a dolog. Főleg úgy, hogy milyen a labda. Egy kis gatyaigazítás Kovácsnál. Kovács. Erdei. Újra Kovács, körbefutott a pályát, mire újra megkapta, gyönyörűen ugrasz, meg Mándított, és meg is csinálja a középtávol, én az nagyon szép volt, 34-30. Ez nem jó. Milyen? Erdei. És egy falt. Kovács visszateszi egyből. Feladónak. Máté, nem jó. Ő már látta egyből, ment is a dobás után palánk alá, de nem oda pattant, ahol ő volt. Ez pedig egy zsák. Kovács szerint erre a kaját, tehát ezt mit kezdett, gyerekek? Hát igen. Kovács. Klepej. Eldobja. Rövid belenyúltak valószínűleg. Ezek szerint nem csak zavarták őt a dobásban, ezért sikeredett ilyen rosszul. És Váci Péter két melegítő játékosát is a csere székhez inti. Csere meg is történik. Szarvas a pályán. Klepej leült. Úgyhogy Kovács is leült. Zsemje megy el melegíteni. Hegedűs is bent a pályán. Oh! Hát ilyet. Ezekkel nincsen szerencsénk. Dobás jó, és egy büntető újra. Ez már a negyedik ilyen alkalom. Nem jó is. Sajnos marad hazajöttnál támadás joga. Dűjebb befordulás és egy gyűrű fölött átdobott labda, Erdei.
Szép, hogy szedtük össze, ez igen. Gyönyörű volt. Szerdahelyi. Én szerintem sem bántotta a baj a játékos. Játékvezetők is így gondolták. Ez nem jó, és semmilyen. Szerdahelyi szedi le. Szarvas. Erdei. Dobás nem jó. Jönnek a többiek fölsegíteni őt. Bajai csere. Utolsó instrukciók még. Két pontos egri vezetésnél, ami négyre is hízhat. Ebben reménykedünk. Jó. Három. És négy. A különbség. Nagyon messziről. Oho. Az igen. Máté Bozsis távolságból próbálkoztak azzaljak, és a palánkról is, de bejött. Hát inkább kihozza a bolyból, aztán egy szép csellel indul el. És Páci Péter szándékos reklamál. Ami a jelek szerint is van. Nem láttam be valami szintén egyik játékvezetői karmozdulatot sem, ami erre utalt volna, de hát ez szerint én voltam figyelmetlen. A két büntető bent van, és akkor középről jöhetünk. ...40-37, Erdei. Erdei. Lejön. És egy egri falt. Hármasról akár ki is egyenlíthetnek hazaiak. Ebből már biztos nem az lesz, legalábbis egyelőre nem. Hát ez nagyon érdekes volt. Én biztos vagyok benne, hogy Farkasinszki elütötte a labdát. Tisztán. És ehelyett faltot fújtak ellene. Két bajai büntető. Erdei is csak itt nevetett az oldalvonalnál az ítéleten. ...40-38. Egri oldalról közelítve meg. 40-39 már csak. Kis ilyen szerdahelyiről kiment a labda, amit Jamie passzol, de Szarvas össze tudta szedni. Máté. Nem dobja el. Jamie, 5 másodperc a támadó időből. Erdei, nem jó, viszont milyen újra szerdahelyi összeszedi, aztán elveszíti, majd faltol. Ez Máté volt, faltolt, bocsánat, ő nem tudta összekaparni szerdahelyi labdáját. Sötét csapat személyi véget, hiába nem történt dobás közben, a szabálytalanság két darab büntető következhet. Lesz ez nagyon rövid.
Következő sem jó. Miénk. Alapattóban nem is volt az a visszatett labda, már Erdei kezében landolt. Hármas, nem jó. Alapattóban sem a miénk. Újra átveti a vezetést a baja. Fél perc van hátra. Fél időből. És át is veszik. Erdei. Kivárunk. Erdély még mindig, 4 másodpercet támadó időből. Egy. Még jó, igen, igen. Nagyon szuper. 42-41. Egy pontos egri vezetés. Ezzel zárul a félidő. Szoros, küzdelmes csatát láthatunk. Nem sokára jövünk vissza a másodikkal. Következzék tehát a második félidő. Nagyon meg kell szenvedni a győzelemért. De remélhetőleg hozzuk ezt az újabb akadályt is, vagy megoldandó feladatot. És így az első helyen az NB1 keleti csoportjában a tabellán továbbra is az LK Feger Hész fog állni. Egy ponttal mehetünk a nagy szünetre. Ezt már csak növelni kell, és nincsen baj, szól tőlem az egyszerű recept. Ennél természetesen sokkal nehezebb lesz. Egy falt bajai oldalon. Krasznai. Ez jó bejátszás, Zsemje nem tudott ráfordulni a palánkra. Kovács. Ez bizony nem jó passz. Most került csak be. Hármas van belőle a labda. Hát, ez most nem volt hazai gyűrű, az biztos. Nekünk viszont annál jobb, hogy onnan kiperdült a labda. Máté, Erdei, Krasznai, Krasznai, nem jó a föltett labdája, pedig általában azért ő ezeket meg szokta oldani. Tudja a játékvezető, hogy a kosár biztos, hogy nem éri szellépés hiba. Volt labdavezetés közben. Zsemje. Máté. Másfél perc telt el. Zsemje. Krasznai. Igen, ez az. Egy krasznai hármas. Ezzel nyitunk. Ennél jobb kezdést másik félben nem is lehetett volna elképzelni, és ez még lehet fokozni. Máté szerzi meg a bepasszolt labdát. Krasznai.
Erdei, ő is eldobja kintről. Nem jó, viszont a miénk, ez az. Kovács küzdött meg érte. Jár is érte a pacsi. Erdei. Máté, nem jó. Remélem akarja bántani. A elpattanózó bajait. Szép betörés, viszont a dobás az nem jó. És a miénk ez az. A zsemnyet pöckölt oda Máténak. És Máténak hiába volt rossz a passz. Ő hozzá pattant vissza a labda. Mátéval szemben közben történt személyhiba. Jó. Ez viszont már kevésbé, sőt, egyáltalán nem. 41-46, 5 pontos egri vezetés. Egy újabb dobás jó és egy büntető. Ez az ötödik már bajai oldalon, ami nekik beessik személyhiba után, az nálunk kiperdül, de a szerencse forgandó. Nem jó. Zsemje könnyűszerrel, senkitől sem zavartatva hozhatta el a labdát. Kovács, Krasznai. Kovács. Jó! Kellett. Krasznait verik meg. Egy kis ilyen rossz volt az átadás. Ez a hármas is. Hanem is sokon múlott, de nem ment be. Krasznai. Kettes figura lesz, mondja. Újabb falt. És egy csere. Váci Péter hívja föl a bentlevők figyelmét, hogy új ember érkezik a pályára. Kis törlés és szükséges. Öt pont a különbség a javunkra. Ezzel tökéletesen elégedetlennék a végén is. Zsemje. Máté. Nem volt jó. Újra a kettes csapda, bár most nem akkora ellánnal, mint szokott ez megtörténni. 8 másodperc a támadó időből. Bent van. Krasznai. Krasznai, na végre! És a na végrét természetesen arra értettem, hogy dobás végre jó, és mi dobhatunk egyet. Nekünk is végre hozott a mérkőzés ilyen eseményt is, nem csak bajai oldalon, akik már ötször tapasztalhatták meg emet kellemes kötelességet, kellemes történést. 51-45, 6 pont.
Előre nincs kinek adni. Dobás nem is volt jó, eléggé esetleges megoldás volt. Erdei. Máté. Szép bejátszás, Zsemi össze is tudja szedni. Jó! A kis szerencsével is, de bent van. És a Bajai Bácska edzője kénytelen időt kérni, hiszen a második fél időben egyelőre, ha nem is hengerel, de jobban játszik az egri csapat. És ennek folyamánya az, hogy ez egy pontos első fél időben King esetlegesen megszerzett egy pontos előnyt, ezt sikerült tovább növelni. A Bajaiak játékában én itt a harmadik negyedben elég erős esetlegességet látok, nem nagyon van elképzelés. Az előző támadás is, úgy érzem, a véleményemet támasztotta alá. Kovács már annyira ki van, hogy föl sem kell a pacsihoz, inkább még ezt a pár másodpercet is kihasználta. Miénk fejezték belőbb a diskurzust, hát ezen nem csodálkozok, Váci Péternek volt kevesebb mondani valója. 53-45 tehát. Krasznai mellett, sőt még Zsemia mellett is sikerül elmenni, aztán végül is utóbbi szedi le az elpuskászott kísérlet után a lepattanót. Krasznai. Zsemia zárt neki szépen. Annyira nem lett kihasználva ez a zárás, amennyire lehetett volna, és aztán el is veszítjük a labdát, egy hármas kísérlet. Hű, ez szép volt sajnos. Ezzel ha az egrieket vesszük magunk miatt hazainak, hivatalosan 48-53 az állás. Erdei. Krasznai, szép. Igen, a másik helyben is volt egy hasonló szituáció, amikor kihagyta ezt a ejtett labdát. Most azonban már tudta értékesíteni. Nem tudunk azért 10 pont fölötti előnnyel elszakadni a bajától, de hát ez várható is volt. Aztán Erdei egy pillanatig a kezében érezhette a labdát, aztán egy újabb hármas. Két egymás után van most, hát ez azt hiszem nem tett jót pici lelkünknek. Egyértelműen mondható, hogy az időkérés azért használt Bajai oldalon. Főleg ezzel az újabb labdavesztéssel. Csak kettesebb bemegy, és bemegy. Hát ez hihetetlen, igen. Váci Péter úgy érzi, hogy azonnal bele kell nyúlni a mérkőzésbe, mert ez a Bajai időkérés bizony alaposan visszavetett minket. 2-3 eladott labdánk is volt az időkérés után, és körülbelül 3 centim volt, hogy nem 3 darab hármast helyeztek el a hálónkba, a gyűrünkbe a Bajaiak, hanem csak 2-t és 1 darab 2 pontost, hiszen ez a legutolsó kísérlet azért lett csak 2 pont, mert ugye a cipi orrával rálépett a vonalra. Bajai játékos. Váci Péter nem tűnik idegesnek, ez azért jó jel lehet. Inkább biztatott, mint szidott, aztán Máté Balázs ült ott, mintha már elveszítettük volna a mérkőzést, letörve oda ment hozzá Váci Péter, és megveregette a vállát, miközben cseréjünk nagy része bőszer melegít.
Klepet látom ott, Szarvast, Szerdahelyt, illetve Farkasinszkit, ha minden igaz. Krasznai. Két pont át, gyorsan elillant. Az a már-már megnyugtatónak vélt 8 pontos előny. Erdei. 2,5 perc van hátra a negyedből, ez nem jó. Nagyon rövid középtávoli kísérlet volt. Erdei űzi hajtja Zsanével ketten. Bajai 4-est azonban eredménye nincsen majd. Zsemére fújják rá a faltot. Aki ezt bizony nagyon nem érti, ott is ragad, ahol történt a szabálytalanság, egyelőre nem megy le egyik tüskéhez sem. Hiszen nincsen mindig a dobás. Azt hittem, hogy úgy minősítették a játékvezetők, de ezek szerint nem. Csak oldalvonali. Bedobás volt, ez pedig egy szép betörés. Aztán egy annál szerencsésebb befejezés. Krasznai. És ezzel ugye egyenlő az állás. Megtorpantunk most. Másfél perc van hátra. Máté. Máté. Nem jó. És átveti a vezetést sárgamezes hazai csapat. Régen volt erre példa. Fordulatos egy találkozó, az biztos. Négy másodperc, és ez a nagyszerű védekezés volt részünkről. Máté. Erdei. Zsemmi a tökéletes zárás, hiszen nem azon az oldalon megy be. Aztán Kovács az pattan a kiejtett labdája, nem jó, viszont Máté megszerzi, akinek a kezéből kipattan. Máté Balázsnak mutatja a játékvezető, hogy falt nem volt, labdát ütötték ki a kezéből, viszont Bajai kézről pattant ki az oldalvonalon, így mi jöhetünk újra. 50 másodperc van hátra, 55-55, itt a harmadik negyedben. Csere közben. Krasznai. Szerencsénk sincsen, legalábbis ebben a szituációban most biztos. Kivárnak a bajaiak egyelőre, nem nagyon tudják, mit csináljanak, mozgás sincsen, nagyon 4 másodperc van hátra. Lejön. És most egy kis vita alakult ki, hogy lejárt a támadőlő van, vagy sem. Én is figyeltem ezt a kis órát, és valamiért a síp nem szólalt meg. Egy gyűrűt nem ért a labda, ezért kézi vezérléssel eltották be. Az időt, viszont most Kovács két darab büntetőt dobhat. Nem láttam a szabálytalanságot, amiért ez a jog megilleti őt. 55-56 ide. Következő kísérlet már nem sikeres. Nem sok van már hátra. A harmadik negyedből egy újabb személyi hiba. Erdély az elkövető. Yeah.
Kovács odaállt, hogy elvégezze az oldali vonali berobást, és játékvezető nyomott szívvel adta volna neki oda. Ez pedig nincs bent. Ez is tekintető egy jó védekezésnek, annak ellenére, hogy rádobhatott a vendéglátó gárda játékosa, de a gyűrűről lejött. De ez valószínűsíthetően annak köszönhető, hogy hárman is ugrottunk a dobás pillanatában felé. Így itt a harmadik negyed végén nem sikerült átvenni a vezetést Bajának, ami ha eredménybiztonságban nem is annyira számottevő, viszont lélektanilag azért egy kicsi pluszt adhat talán a mieinknek. Máci Péter azért kihasználja a rendelkezésre álló 2 percet, aztán most már lassan minden készen áll. Máté Balázs pihen, Klepej a pályán. És ő is végezheti el a negyedik negyed első bedobását oldalról. Kint volt már a labda, amikor belepiszkált, akkor azt nem faltot szeretett volna. Klepej. Kovács. Jónan azért nem szokta be, viszont ad egy gyönyörű passz. Ó, mekkora volt. Ez igen. 55-58 ezzel. Megszerűen vette észre a befutó Krasznait. Ez pedig egy jó közbenyúlás. Krasznai azt mondja, hogy inkább annyira ne siessünk, fiúk. Erdei, őt azért viszi a hív. Falt. És ha bement volna a dobás, akkor ért volna. Így 2 darab jöhet a büntetővonalról. Ha nézzük Erdély Ádámot. Hiába ment a testével arra, mert kellett volna, hogy a labda is menjen. Hosszú volt ezért ez a kísérlet. És a második sem azért ő kettőt nem nagyon szokott kiadni, még egyet is ritkán. Viszont már mind a kettő esetben láthattunk ezen a találkozón tőle. Nem a legjobban büntetőzik mai meccsen. Lejön. Nagy szerencsén, aztán nincsen falt, elveszítjük a labdát. Most viszont már van. Kovács volt az elkövető, legalábbis a játékvezető szerint. Váci Péter pedig az alapmozdulatokat mutatja, miért talán nem adnak faltot. Sípmestere ezúttal nem ez az eset állt fönt, és újra egalizálhatnak a hazaiak. Mi nem jön össze. Marad a vendéglátóknál a labda. Farkasinszki ezt nem érti. Egy pont állt a különbség. Ez jó lenne növelni, és nem még mínuszba is kerülne most ezen a támadás alkalmával. Ez pedig milyen jó van. Kovács valahogy összekaparta a pörgő-forgó labdát. Minden kívánság, amit teljesüljön. Krasznai. Ez pedig kicsit túlzott
Botton is lelkes védekezés volt. Kovács fején. Csattant a 15-ös Baja játékos keze. Erdei csak Rasszonynak tudta, de vélem azt, hogy neki igen. Rasszonyi. Lépést reklamálnak többen, én szerintem sarkozott. Klepel kiosztja, Erdei egy lövőccsel, illetve dobócsel. Ez pontosabb megfogalmazás, mert lejárt a támadó időn, de ha bement volna, akkor az még időn belül lett volna, de sajnos nem erről volt szó. És Krasznyira fújna rá egy újabb faltot. Aztán jön a Pacsi. Aztán Áci Péter hívja le Krasznait, és Szarvas az, aki beáll a helyére. Az újabb csapda, kis hiányzás galibát okozott a vendéglátó oldalon. És ez a miénk, Erdei. Szarvas. Hát ez szerencse volt, Szarvas kis hián eladta. Műhetünk oldalról, Erdély már várja, hogy megkapassa a labdát, de ez csak a Bajai cserék után fog megtörténni. Hiszen Erdély most jön össze Bajaiak edzőjével. Szarvas. Klepel. Eldobja. Csak a palánkra volt elég az a dobás. Kényszeredett helyzetben volt Klepel Roland, hiszen nem nagyon volt már másodperc a támadásra. Ez pedig a miénk, ez az. Szarvas kapcsolta leghamarabb. Hiszen nyugalomra intik kispadról a pályán levőket az egriek. Teljesen jogosan. Nem kell itt eszetlenül rohanni. Szarvas dobás ugye nem volt jó, hiszen már közben szólt a síp. A zsemje nem ért valamit. Klepaj megy le Mátébe. Szép lassan csak megszületik a döntés, hogy minek is kellene következni, mikor 3 perc telt el ebből a negyedből. Zsemje. Szépen fordul be. A játékvezetők szerint nem bántották. Dobás pedig nem volt jó. Elég régen beállt, ez az egy pontos különbség. Újabb fal, most Kovácsnak fújják be. Mutatja, hogy Átő bizony nem csinált semmit. Újabb csere. Szerdahelyi jön be Kovács helyére. Miénknél 57-58 és 2 büntető következhet. Egyenlő. És már ott van az előny is. Hosszú kosárcsendet törtek most meg a Bajaiak. Szarvas. Őt is kicsapd ezzel 2-szer. És
kétszer indulást fújnak. Ez a csapdázás is eredményre vezetett át. Közben Erdőit ellökték könnyékkel. Ez honnan jött ki? Hú. Máté. Máté tör be. Aztán azt csak Erdőinek. Akinek a dobása lejön. Aztán feldobás következhet. Jól van. Zsenye is kapcsolt. Nem fújtak semmit, a bírók így rá lehet vetődni a labdára. Viszont annyi eredménye volt csak, hogy a kedvezményezettséget jelző nyíl, az megfordul, hiszen marad a bajajaknál a labda, de következő ilyen szituációban a miénk hoztatják majd a támadáshoz a játékszert. Ez pedig egy belemenés, nagyszerű volt. Az is, ahogy Szarvas gyötörte. Hazaiak 12-esét, és az is, ahogy a miénk közül valaki. Most hirtelen nem láttam, hogy kicsoda. Odállt védő pozícióba, és támadó szabálytalanságot generált. Erdei. Szarvas. A szerdahelyi, oda próbáltak piszkálni, kevés sikerrel, Máté. És egy újabb falt. Bajai a kispadja, ezt nem érti. Bírók csendre intik az ötlevőket, egyelőre kevés sikerrel. Máté keres embert, szól is, hogy nem látok senkit, akit meg tudnék játszani, majd Erdei rohan. Úgyhogy oldalás sem passzol, de majd egy rossz átadás, és marad az egypontos Bajai előny, 59-58. Lépés hibát fújnak közben. Láci Péter már előbb mondta, mint a bírók. Egy újabb időkérés. Hát nem mondható ez az NB1-s kosárlabda küzdelmek leggólgazdagabb, kosárgazdagabb negyedének. Egyelőre sok a technikai hiba itt a záró felvonásban, ezen kívül pedig hát a dobó százalékok sem szöknek az egekbe. Eléggé pontatlanok most mind a két oldalon. És a faltok száma is sok. Mindkét csapat befejezte diskurzust. Máté. Szarvas. Máté. Ez pedig a blokk. Te Máté, mondod-e valamit a játékvezetőknek? Sárga, kék, közös erővel próbálták Mátét felhúzni. Erdei. Próbál bemenni, be is megy. Hú, de kis hia volt, viszont milyen még a lepattanó, és jó is! Szerdahelyi szedte össze. Valahogy szerintem ő se tudja, hogy hogy. Az állás nagyon nagy, hogy tette föl, a lényeg a két pont. Újra itt az előny, 60-59 a mi szempontunkból. Ez pedig majdnem egy labdalapás.
kiosztás, és két pont újra. Ott az előny ismét. Szarvas. Erdei. Erdei eldobja kintről, nem jó, viszont... Egy a lőre, nem fújtak a bírók, és most már nem is fognak, de nem értem, hogy miért, hiszen ezért eltelt az a másodperc mennyiség, ami után már feldobást szoktak ítélni, viszont Zsemmé kezéből kicsúszott a labda, és így maradt a bajoljaknál, ez nagyon messziről, nem is jó. És hát ugye az előbb említettem, hogy a nyíl az megfordult, így most ennél a feldobásos szituációnál mi következhettünk volna. Ezért is lett volna fontos, hogyha feldobást ítélnek a bírók. Nagyon messze vagyunk egyelőre a Palántól, a gyűrűtől. Erdei, ez letagózás volt a javából, szerencsére Erdőnek semmi baja nincsen. Krasznai és Kovács, a két falt veszélyes nálunk a pályán. Váci Péter kénytelen bevetni őket a végjátékban, hiszen egy pontos bajai előnyt mutat az eredményjelző. Nagyon fontos büntetők ezek. Igen. Ott van egy 61. Gyerünk, Ádi. Szosszú volt, és nem is semmilyen kalapattanó. Saját magunknak nehezítjük meg. Azért itt a végjátékot részben természetesen. És azt mutatják a játékvezetők, hogy Erdei szabálytalankodott. Újabb csere közben. Ezúttal a bajai oldalon. Az egyik játékvezető, mintha azt mutatta volna, hogy sárga mezes hazai játékos kilépett volna a vonalon, de amint önök is látják, a jelek nem erre utalnak, szerencsére az első büntető kimaradt. Csak úgy, ahogy a második is. Jó. Milyen? Kovács küzdött érte. Erdei. Szép. Az is szép. Csak Zsemmé talán nem számított rá. Itt a végjátékban nem biztos, hogy ilyen kockázatos passzokkal kellene próbálkozni, bárha bejön akkor. Ja, hát egy kis túlzással Erdei mennybe megy. Viszont szerencsénk, hogy a bajaiak is elbaltázzák a lehetőségüket így. Marad a 61-61. Krasznai, ketten vele szemben. Ez szép! Az is szép! Kovács egy büntetődobást is el tudott volna képzelni még a két pontja mellé. A bírók azonban másképp gondolták, 61-63 ezzel. Bajai játékosi fújják a faltat, a játékvezető megkérő, hogy tegye fel a kezét különben. Technikai hibával is fogja sújtani a személyi hibán kívül. Nem volt más választás, hogy hanem is ismert el fejben ezt a személyi hibát. Azért a formalitásoknak eleget tett. Mi jöhetünk tehát? Két pont az előnyünk. Ezt minimum meg kellene tartani. Krasznai. Máté. Nem jó. Közben a hazai néző publikum az eddig tapasztaltaknál erősebb buzdításba kezd. Érzik ők is, hogyha Zobék
kellene nyerni, akkor elkér a segítség. Ez nem jó, és a miénk, és a miénk. Közben Gyömi és Máté szaladtak össze. Egy újabb timeout. Egyben biztos vagyok, ha nem is hallom, hogy mit mondanak az edzők. A pont viharért nem fogja egyik edző sem megdicsérni övéit. Valóban egy igen csak pont szegény negyedet látunk, csapongó játékkal. Hol az egyik, hol a másik csapat vezet. Ami nekünk nagyon jó, hogy jelenleg mi kettővel. Nagyon sok eladott labda, technikai hiba is tarkítja. Főleg itt a záró felvonást. Talán, sőt nem is talán, hanem biztosat is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen kevés pont született ebben az etapban. Máté és Zsemje beszéltek külön-külön. Közben Váci Péter magyarázott a többieknek, aztán most már mindenki Váci Péterre figyel, majd jött is a csatakiáltás. Nehéz mérkőzés ez a javából. Rá lehetett számítani. 61-63. Krasznai. Elesik, nem bántotta Máté. Máté. Igen, igen, igen. 61-66, de fontos hármas volt. Ez is bent van. 63-66, Erdei. Kijönnek már szinte egész pahára a dolgok, de most már azért visszaállnak. Krasznai. Ez nem jó, ez nem jó. De sikerül Zsemjének összeszedni. Ez az Erdei. Még kiosztja. Ez már idén túl volt. Három pont. És egy újabb időkérés. De fontos volt ez itt a végén, ez a Máté hármas. Ezzel egy kosáron kívülre kerültünk. Igaz most, ugye egyből válaszoltak két pontossal bajaiak. Így idézésen csak három pont az előnyünk, de hát ezt a mérkőzést látva szinte már ez kiváló. Itt van, nem is kiváló, hanem biztató előnynek tetszik. Hiszen egy-két ponttal sokszor vezetett mind a kettő csapat, és hát sokszor fordult az, hogy kiáll nyerésre éppen. Bajaiak jöhetnek tehát oldalról, miután mi már a támadó idő lejárta után próbáltunk kísérletezni. Na nézzük itt a végjáték végjátékát. Ez pedig Krasznai Falt. Ő ezt nem ismeri el. Két darab büntetője. Ha bedobja mind a kettőt,
Sárga mezes hozzá játékos, akkor egy pont csak a különbség. Nézzük. Az első megvan. Második nincsen és... Nem amilyen keszihetetlen. Kinti dobás. Nem jó. És a milyen kalapta szerves szerzi meg. Nem tudnak faltolni, csak most. Jönnek a pacsik. Erdei a büntetővonalon. 10 másodperc a mérkőzésből. Jó az első! Gyerünk, Ádi! És a második is simán! 4 pont a különbség, 68-64-re vezetünk. 6 másodperc, ez nem jó. Elütjük. Mi mehetünk érte. Ez pedig már időn túl volt, pedig nagyon szép volt. Erdélyt föltette a lényege, nem változtat. Kedves nézőink, a kinkeservesen is sikerült begyűjteni a nagyon keményen és nagyon jól játszott Baja ellen. A 2 pontot ezzel maradunk az első helyen a tabellán. Én megköszönöm a figyelmüket, viszont látásra, viszont hallásra.